13-assal Nikolić Vukan, 22-essel Balta a Benke. A kispadon helyet foglalnak. Az NB3 középcsoport 27. fordulójában a Dunaharaszti a Szent Lőrincesét látta vendégül. A látogatók az Ambrusics Róbert, Hajnal Gábor, Zámbó József, Szilvási Zoltán, Kalmár Zsolt, Kovács Zoltán, Füredi Szabolcs, Turi Tamás, Tóth Márk, Vukán Nikolić, Bartal Bence összeállításban kezdték meg a mérkőzést, a Dunaharaszti pedig a Kalmár Adrián, Farkas Tamás, Nyéki Márk, Rétsági Ákos, Márton Dávid, Farkas Péter, Gacsal Norbert, Méder Bence, Szmola Dániel, Dabasi Károly, Mészáros Dániel 11-en futott ki a pályára. A játékvezető Csontos Dávid, asszisztensei Zsákai Milán és Varga Balázs. Kérnék szépen egy nagy tapsot. Gratulálunk! A mérkőzés előtt mindössze 6 pont választotta el a két csapatot egymástól a tabellán, és a miénknek számára különösen fontos volt ez a győzelem a mai mérkőzésen, hiszen már ezelőtt 7 mérkőzés óta nem tudtunk nyerni senki ellen, így a csapat megkétszerezett erővel kezdte meg a találkozót, és rögtön az első percekben több veszélyes helyzetet kialakított, vagy legalábbis kialakíthatott volna a nagy szélben. Hiszen már itt láthattuk, ahogy rögtön a találkozó elején Méder Bence ugorhatott volna ki, de ellökte őt védője, majd nem sokkal később Médertől vette el a labdát az egyik védő, de végül Farkasnak sikerült szerelnie, amivel megindította a kiugró Mészárost, Mészáros erről azonban elfejelte Zámbó a labdát. A 6. percben újból a Szent Lőrinc próbált meg egy támadást vezetni, a hosszan előre ívelt labda azonban Kalmár zsákmánya lett. Néhány pillanattal később Farkas emelte fel a labdát Szmola felé, majd középen Farkas szerezte meg a játékszert, és végül Farkas Tamás szedte össze a jobb oldalon, amit egyből előre ívelt. A labda Zámbó elé került, és a röviden hazagurított passzára Mészáros csapott le, eltolta a kifutó Ambrusics mellett a labdát, és az üresen maradt Hálóba passzolt. Imár a találkozó legelején megszereztük a vezetést. Mészáros szemfülemes volt ennél a találatnál, hiszen a röviden hazapasszolt labdára a legjobb ütemben indult el, a kapust megelőzte, így már verve volt a Szent Lőrinci védelem. A bekapott gól után a Szent Lőrinc megpróbált egyre nagyobb fokozatba kapcsolni, és távoli próbálkozásokkal kísérleteztek. Itt láthattuk, ahogy Füredi lövését Kalmár védte, majd egy szöglet után ismét Kalmár nyúlt a legmagasabbra, és összeszedte a labdát, hogy Bartal ezúttal a bal oldalról tekerhetett be szögletet, amit Méder fejelt ki, és a lecsorgott Mészáros szedte össze. Mészáros szépen indult el a védők közepén, és 4-4 ellen vezethettük a labdát. Mészáros passza pedig Dabas itt találta meg, Dabasi viszont hosszan vette át a játékszert, így a védők fel tudtak szabadítani, ezzel pedig oda lett a nagy kontra lehetőség. A 23. percben ismét egy vendégakciót láthattunk. Hosszan előreívelt labdára Nikolić és Kalmár futott. Kalmár megelőzte Nikolićot, aki egyébként már lesen is volt a passz pillanatában. Aztán Mészáros fordult volna le Zámborról, őt azonban leütötte védője, de mivel Farkas Péter elé került a labda, ezért a játékvezető továbbot intett. Aki Dabasit választott, a Dabasi lövését pedig leblokkolták a védők. Néhány pillanattal később Gacsal szerzett labdát a középpályán, amiben Mészárost ugratta ki. A leshatáról kilépő játékosunkat azonban ezúttal megállította az asszisztens zászlaja. A 37. percben pedig ismét mi szereztünk labdát az ellenfél tér felé. Mészáros lódulhatott meg a játékszerrel, és újból utána rúgtak, majd feltartották őt, és végül Dabasi elé került a labda. Dabasit pedig elkaszált a Szilvási, a játékvezető pedig csak sárgalapa büntette meg az ellenfél játékosát, majd ráadásul ezután a vendégek jöhettek szabadrugásra, miután az asszisztens tévesen lest jelzett, azaz a bírónak. A 40. percben Mészáros egy hosszan előreívelt labdát szedett össze, amivel elindult a kapu felé, és azúttal szabályosan állították meg őt. Majd még mindig az első fél időben jártunk, amikor Rétsági tekerte át a jobb oldalra Méderhez a labdát, Méder pedig a védője mellett megindult. Azonban elválasztották őt a labdától, de végül Méder megpróbálta visszaszerezni, ez nem sikerült neki, így Szilvási indulhatott el a Szent Lőrinci térfélről, majd pedig végül
a gyors ellenakciót Gacsa állította meg, aki ezért sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Az utolsó pillanatokban jártunk az utolsó félidőben, amikor Farkas Péter szerzett labdát, és Smolától egyből visszakapta, mivel Zitzerben léphetett ki, azonban rosszul vette át a játékszert, így oda lett a nagy helyzet, legalábbis lelassult a támadás, végül Farkas Mészárost választotta, Mészáros pedig jobban a hosszú oldalon futó Farkas elétekert, ebből azonban már nem tudtunk komolyabb lehetőséget kialakítani. A félidő legvégén pedig Zámbó két kézzel húzta vissza Mészárost, majd utána is rúgott, itt már pedig a játékvezető is elővette a sárgalapot, de hogyha 3 perccel ezelőtt is felmutatja neki a lapot, akkor ezúttal már zuhanyozni mehetett volna a Szent Lőrinci játékos. Ez nem történt meg, mint ahogy az eredmény megduplázása sem, hiszen a szabad rúgás után Márton Jócskán a kapu mellé lőtt. A második félidő is igazi adok-kapok harcot hozott, hiszen hol a Szent Lőrinciek voltak kapura veszélyesebbek, hol pedig a miénk. A félidő elejét természetesen megnyomták a vendégek, a miénk pedig gyors kontrákra alapozva támadtak. Itt látható, hogy az 55. percben Mészáros szerzett egy labdát, amiben Médert választotta, Méder viszont hosszan indította meg a hosszú oldalon futó Dabasit. Majd egy középen adott labdát követően a Szent Lőrinciek kezdeményezhettek támadást, itt azonban a beadás kísérletbe Márton jól állt bele, így csak pardobással folytatódott a mérkőzés, aztán néhány újabb perc elteltével ismét a Szent Lőrinci jobb oldal volt az aktívabb, Bartal kapott labdát a jobb szélen középreteket, a hosszú oldalon érkező labda pedig nyékiről pattant az egyik vendégtámadó elé a labda, aki végül Jócskán a kapu fölé lőtt, ráadásul már lesen is volt az elrúgás pillanatában, a 62. percben Szilvási kapott labdát középen, majd jól választotta vele Turit, de Turit megelőzte Gacsal, és összeszedte a labdát, így már mi fordulhattunk, Gacsa végül visszapasszott Kalmárhoz, Kalmár pedig előre tekert. A 66. percben egy élesen belőtt szabadrúgást Kalmár könnyedén húzott le, és ezzel meg is tudta indítani Mészárost. Mészáros elindult a jobb oldalon, futott a bal oldalon Smola is és Dabasi is, Mészáros azonban pont rosszul lőtte el a labdát, így azaz alapvonalon túlra csorgott. Válaszkép pedig egy előre ívelt labdával a Füredi fejét kereste Szilvási, de Récsági jól előzte meg a vendégek támadóját és fel tudott szabadítani, majd utána volt egy kisebb tömegjelentés a kapunk előtt, de a játékvezető ezúttal nem ítélt büntetőt, hozzátesszük ezt jogosan, hiszen nem történt semmi a büntető területen belül. Aztán ismét egy Szent Lőrinci kontra jöhetett, középen Turi futott, és ő is kapta meg a labdát végül, ki Mártonnal állt már csak szemben. Át is verte őt egy csellel, majd ballal középreteket, ott azonban Füredi kicsúsztatta az érkező társ elől, majd Turi szabadrúgását Kalmár ütötte szögletre. A megítélt sarokrúgást pedig a hosszú oldalon Jócskán a kapu fölé fejelte az érkező vendégtámadó. Néhány újabb perc elteltével Smola tekert előre egy szabadrúgást, ami középen kipattant, és végül Gacsaré lett a játékszerőtől, azonban elvették a vendégjátékosok a labdát, így egy újabb Szent Lőrinci kontra jöhetett. Ezúttal pedig Récsági állt szemben a vendégek támadójával Tóttal szemben, azért a megmozdulásáért pedig sárgalapot kapott csapatkapitányunk. Tóth betekert szabadrúgását könnyedén fejelték ki a miénk, de végül a lecsorgó is a vendégek zsákmánya lett, és végül a felfejelt labda került ki az oldalra. Azonban az újabb beadási kísérletet Márton jó blokkolta, sőt meg is indította vele Mészárost, aki egy gyors kontrába kezdhetett. Mészáros egy szép csellel küldte el Turit, majd Smolához passzolt, Smola elől azonban Ambrusics ezúttal fel tudta szedni a játékszert. Hajrára újból felpörögtek az események, itt látható, hogy Márton remek csellel indította meg Abloncit, Ablonci átvette a játékszert a 16-oson belül, amikor az egyik vendégjátékos kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig jogosan a büntetőpontra mutatott a labda mögé Abloncit, azonban a balra dőlő kapus könnyedén hárította ezt a próbálkozást, sőt, még egy kontrát is tudott belőle vezetni a Szent Lőrinc. Akkor már a 85. percben jártunk,
a gyors ellenakció végén ismét egy büntetőt reklamáltak a vendégek, de a játékvezető ezúttal sem fújta el ezt az esetet. Nem sokkal a lefújás előtt Smola tekert középre egy szabadrugást veszélyesen, ami végül az egyik vendégvédőről pattant ki, majd pedig Dabasi szögletét szedte könnyedén össze Ambrusics, aztán az utolsó percben még mi kontrázhattunk. Récsági indult el a labdával, majd Kajzert választotta, Kajzer pedig a jobb oldalról befelé passzolta Ablonchoz. Ablonci elé ketten is elévetődtek, de végül Ablonci sikerősen tartotta meg a labdát, ami utána Kajzerhoz került. Kajzert pedig végül elválasztották a labdától, és így Szent Lőrinci bedobással folytatódott a mérkőzés, de ebből nagyobb helyzet szerencsére nem lett. De hosszabbításban jártunk már, amikor ismét mi szereztünk egy labdát az ellenfél tér felén, Dabasi remek passzal indította meg Abloncit, Ablonci egy szép a labda átvételt követően eltekerte a hosszú sarokra a labdát, azt azonban Ambrucs is szép vetődéssel hárította, majd a gyors kapus kirúgást megakadályozandó Kajzer lökte el Ambrusicsot, amiért ő is megkapta a magas sárgalapját, de végül 1-0-ra megnyertük a mérkőzést, így 7 mérkőzés után újra győzelemmel tudtuk elhagyni a pályát. Legközelebb pedig majd május 1-én, vasárnap 17 órakor lép legközelebb pályára csapatunk, akkor újra Dunaharasztin játszunk a Torony Magas Bajnok esélyes Kozár Müslen ellen.